A kőbányai lokál már a szószoros értelmében az anyatejjel szívhatta magába Kúró Cipál. A szüleim kőbányai pedagógusok. Én is itt nőttem föl Kőbányán, 16 éves korom óta dolgoztam az Újhegyi úszodába először nyilván ifiként, aztán úszásoktatóként és a főiskola ideje alatt már tanárként szerepeltem az Újhegyi úszodában, utána átvettem az úszodai munkaközösség vezető szerepét, én osztottam be a helyi kerületi iskolákat, nem csak az Újhegyi úszodában, hanem egész kerületi szinten, onnan a kötődésem a kőbányához. Jött ez a lehetőség, kihívást éreztem magamban, úgy gondoltam, hogy egy lépést előrébb kell, hogy lépjek, mindig is szerettem volna a kőbánya sportján segíteni valamilyen szinten. Azelőtt az csak az úszással specifikusan foglalkoztam, így most egy Nagyobb repertuár tudok átölelni a sportból, amit úgy gondolom, hogy kőbánya sport életéhez hozzátartozik. A Kocsis Sándor Sportközpontnak egyik nagyon fontos feladata ez, hogy átölelje kőbánya sport életét, felkarolja kőbánya sport életét, és egy irányt mutasson az egészséges, sportos életmód felé. Szerencsés dolog az, ha egy új vezetőnek nem helyreállítania kell dolgokat, hanem továbbvinnia, alkalmasint fejlesztenie. A Kocsi Sándor Sportközpontban a jelek szerint ez a helyzet. Az előző vezetéstől egy rendkívül jól működő sportközpontot vettem át, amit úgy gondolom, hogy innovatív eszközökkel próbálunk minél magasabb szintre megújulva fölfuttatni. Tele vagyunk tervekkel, folyamatosan már így a három hónap alatt is próbálunk megújulni. Itt a vírus azért minket is nyilván kihívások elé állít, de próbálunk megfelelni ennek. Próbálunk inkább itt a hogy úgy mondjam, ebbe az új szájbertérbe egy kis új szint vinni a sportközpont életében is. Nagyon nehéz megmozgatni ebbe a mai felgyorsult szájbervilágba az embereket, úgy gondolom, és egy kicsit mozgásra, sportra biztatni, legyen az amatőr, verseny, vagy csak rekreációs szinten. Mi ezt igyekezzük felkarolni. Hát ez a vírus most nem segít minket sem ebben, de vannak terveink, egy kis esport és ilyenek, ami által egy kicsit úgy gondolom, hogy hát ha meg tudjuk idézőjelben mozgatni a fiatalságot is. Egy új pozíció új kihívásokkal is jár, Kuroci Pál esetében is. Legnagyobb kihívásunknak azt tekintjük, hogy a, a dolgozó réteget, 30-40-50-es korosztály, akik a munka mellett a gyermekneveléssel, a családdal foglalkoznak, őket is próbáljuk megmozgatni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, nem csak nekünk, hanem ország szinten is, mert nekik elég a mindennapokban foglalkozni a munkájukkal, a családjukkal, és akkor még egy kis sportot is az életükbe szorítsanak. Hát ezt mi majd megpróbáljuk elérni, hogy ezzel is foglalkozzanak itt Kőbányán. A Kocsi Sándor Sportközpont komoly munkatársi csapattal működik, sőt úgy tűnik, még bővülni is szeretnének. Jelenleg 32-en vagyunk, velem együtt 33-an, mikor megnyílik a megújult újhegyi úszoda, akkor szükségünk lesz még emberekre, úgyhogy épp most néztük az állásokat, fönn lesznek az álláshirdetések, úgyhogy aki szeretne a csapatunkba csatlakozni, sok szeretettel várjuk a megújult újhegyi úszodában is. Kőbánya sport életért vagyunk felelősek, ez több kapocsból áll, nagyon fontos kapcsolatot építünk a kőbányai élsporttal, ugye a különböző élsport egyesületeket szeretnénk majd meghívni a különböző versenyeinkre, ahol merítési lehetőségük van az utánpótlás szinten, legyen az a KSC, akik az úszásból, esetleg a birkózásból tudnak majd meríteni, legyen az másik kőbányai egyesület, akik itt vannak, egy törekvés, akik a vívással is itt vannak jelen a mi sport életünkben, a mi sporttelepünkön, próbáljunk a diák alájuk dolgozni. Itt akkor a diáksportot is kiemelném, a kőbányai testnevelőeknek hála, nagyon jól működik a kőbányai diák sport, amiből meríteni fog tudni az élsport, ezzel is próbáljuk segíteni az egész sportéletet, és akkor, ami nagyon fontos, ez a rekreáció, illetve a szabadidős tevékenység, aki csak egy héten egyszer szeretne sportolni valamilyen formában, annak is lehetőséget tudjunk biztosítani. A szennior korosztálynak is van ez a szenior tízkarikás játékunk, ami lehet, hogy idén egy kicsit más formában fog megjelenni a versenyrepertoárunkban, mint eddig, emiatt a sajnálatos vírus miatt, de igyekszünk azért fölölelni a legkisebbektől a legnagyobbakig, mindenkinek valami sportolási lehetőséget biztosítani. A vírus helyzet a kőbányai sport életre is közvetlen hatása. Van. Szeretnénk megtartani a helyi ismereti túránkat, de hát ez is minden, mint minden függ a vírustól, úgyhogy nagyon rajta vagyunk a történeten, hogy egy kis túrázás, ahol úgy gondolom, hogy az egész család meg tud mozdulni, ö, legkisebb korosztálytól az idősebbekig próbáljuk ezt ezt a, a réteget is megragadni. Úgyhogy ö, sajnos nekünk is a vírus itt keresztbe szeli a terveinket, reméljük, hogy a közeljövőben már nagyobbakkal tudunk, nagyobb tervekkel tudunk majd mi is előállni mérést azt mindenféleképpen megtartottuk, azt már hetek óta kértem a portásoktól, hogy a bejövet ellenőrizzék az emberek testhőmérsékletét, és a következő rendelkezésünk pedig az lesz, hogy a szülőket sajnálatos módon nem fogjuk tudni beengedni az edzésre, a sportolóink védelme mindennél fontosabb, az ajtóig elkísérhetik az utánpótláskorú gyermekeket, és onnantól kezdve kint kell várakozniuk. A Kőbányai önkormányzat képviselő testülete még a nehezebb időkben is igyekszik segíteni a sportközpont működését, mondta Kuróci Szerencsére az elmúlt éveknek köszönhetően idén is megkapjuk a teljes körű támogatást a Kőbányai Önkormányzattól amivel szeretnénk is élni, és a közeljövőben is az innovációba is ezek a segítségüket fogjuk kérni, hogy mindenféleképpen támogassák ezt a sportközpontot, mert Kőbánya így fog tudni előrébb lépni sportterén is. Úgy gondolom, hogy föl kell készülnünk a Mázsatéri Sportkomplexumnak a megnyitására, ehhez ki lenne kiváló partner a Kőbányai Önkormányzatnak, mint a sportszervezete, az éleljáró sportszervezet, a Kocsi Sándor Sportközpont. Úgy gondolom, hogy nekünk ez is egy fontos lépés, hogy fölkészítsük a sportéletet egy ilyen nagyméretű beruházás, egy ilyen nagyméretű komplexum befogadására itt Kőbányán. Az úszoda világa után tehát Kőbánya sportjának teljes körével foglalkozik a szakember, aki kőbányai szülők, kőbányai gyermeke.